Ellepték a ninják a stúdiót, megint négyen vannak, és megint a döntősök között vannak. Szevasztok, srácok, kérek szépen, kezdjetek fel, hogy ki kicsoda. Jó, azt mondja, hogy Tilcs Gergő. Gergő, Tompa Gábor, Gábor, Búzás Gábor, Szevasz Gábor, Pusztai Bence, kizárásos alkont, szevasztok. Te ilyenkor nem érzed rosszul magad, férfi létedre? Ez nem, hogy? Dehon ezt állok? Mert, hogy ilyen... Hát igen, hogy itt ülnek, hogy négyen szembe, akik végig lúgnak, hát olyan pályákon, hát... az elsőnél beesnél a medencében, nem rossz? Hát nem tudom, de... Ugye? Most miért őszintén, de... Látom rajtad. Na, srácok, hogy vagytok? Élesedik, tehát most már azt nem, ennél jobban már nem nagyon tud élesedni, pontosabban már csak a verseny van hátra. Mit csináltok most, hogy készültök? Tudtok-e még készülni, vagy most már csak a meditáció maradt? Nagyon szépen köszönjük, jól vagyunk, szerintem itt a társaim nevében is mondhatom. Hát megy továbbra is az edzés, de már nem olyan intenzitással, mint a legelején, ugyanis itt már nem kéne megsérülni az utolsó nagy nap előtt, úgyhogy nyomjuk tovább. Hogy álltok ezzel a sérüléses dologgal? Ez egy ilyen nagy mumus köztetek, vagy erre így próbál mindenki így nem figyelni? Vagy hogy... Senki nem gondol arra, hogy megsérül. De nem gondol, vagy nem akar gondolni rá? Hát szerintem senkinek nem jut eszébe. Aha. Nem, szerintem sem. Tehát nincs benne abszolút a pakliba. Jó, na meséljétek egy kicsit, hogy hogyan készültetek, jó? Tehát, hogy milyen készülést jelentett ez a hétköznapi életetekben, a munkátok mellett, stb. Menjünk sorba. De én már múltkor is elmondtam, hogy saját edzőtermem van, ott készülök. Föl, igen, ott építettem egy hasonló ilyen kis ninjás pályát, ott készülök. Ki mit? Hol lehet egy ninjás pályát felépíteni? Akkor neked egy kaszárnyában vagy valami. Saját edzőteremben. Mert pódia volt itt, amelyik nem is kérdeztem, lehet, hogy jégpálya van a hátsó kertben, tudod? Tehát mindenki, aki... Nekem az pont nincs, de saját ninjás pálya van. Arra például hogy gyakorolsz, hogy ugye nem lehet zsiáznotok, tehát nem lehet bekenni a kezeteket semmiféle szárító dologgal, tehát nem tudom, ilyenkor beolajozod a tenyeredet, hogy azt... Nagyon egyszerűen gyakorolok, nem kenem be zsiával. Na jó, de hogy ugye az van, hogy itt mesélték a srácok, a többiek, hogy amikor már mondjuk a végén kerül sorra ennek a dolgon, hogy már mindenki összefogdost azokat az eszközöket, csúszik, mint a ménkű, tehát hogy igazán jól nem lehet. A zsia az a magnézium, ja, amivel így bekenik munkat. Csak zsia a Bece neve? Igen. És ugye az a rá lehet, a hétköznapokban is erre úgy lehet edzeni, hogy nem használ az ember semmilyen tapadó felületet képező anyagot. Egy idő után elkezd izzadni a tenyér, de ugyanúgy tovább megyek, ugyanúgy csinálom, ezzel erősödik a szorító erő. Hát és hiába izzad, megtartom ezt a pozíciót, és nem esek le. Igen, mondjátok ti, hogy miért nem lehet zsiát, szerintetek miért nem lehet zsiát használni? Így a fel, így korrekt. Így van, igen. Mindenki egyenlő esélye, úgy vagy a pályához nem nyúlhatunk hozzá, csak megmutatják a pályát, úgy zsiát se használhat senki. Aha. Van egy törölköző ledobva minden akadály előtt, felvesszük gyors kéztörlés, hogy mégse vizes kézzel menjünk, és irány a pálya, vagyis hát az akadály. Hát az én felkészülésem az nagyjából a munkám tette ki, egy 95%-ban nekem nem volt időm és energiám a felkészülésre, mert ugye tavaly nekem megszületett a kislányom, akinek ma van az első szülinapja. Bravo! Gratulálok! Úgyhogy amit konkrétan készüléssel töltöttem, 3 hónapig vettem egy igazából egy rugó, egy erős rugó, amin vannak ilyen fogantyúk, és ezt minden nap reggel munkába menet, meg munkából hazajövet, ezt nyomattam. Hát ugye ez nagyon fontos, az alkar és a szorítás az egyik legfontosabb része ennek a versenynek, úgyhogy ez stabilan betartva. Nem most kreatív ember vagy. Jó. Egyik kezedbe tudtad fogni a gyereket, másikra pedig tudtad nyomkodni. Ja, általában amit megfogtam idáig, az a kezembe maradt úgyhogy. Az én felkészülésem az egy kicsit összetettebb volt. Én mikor elkezdtem a felkészülést, akkor a futópályáról estem be a konditerembe, onnan a falmászóházba, onnan másnap szolgálatba. De érted már, miért ilyenek? Onnan másnap ugye szolgálatba. Utána, ha nem szolgálatban, akkor úszómester is vagyok. A szolgálatban, hogy tűzoltóként? Igen, tűzoltóként. Miskolcon. Szevasz, én Kazincz vagyok. Kazincz Barcikán, miskolci lakos vagyok. Ezt sokat kaptam a barcikai kollégáktól, ezért most hiavítottam neki. Jó, de akkor te előnyben vagy, mert te már tudtál kapaszkodni a csövön. Az a baj, hogy csak lefele jövünk felfele, nem? Rúgtánc, nem? Rúgtánc, jó, de már megszoktam. Nincs a verió. Hogy csak lefele jövünk felfele, nem? Az lenne a szinte, mendél fölfelé is. Igen, nem? Tehát, igen, ezt is fogni kell, hogy ne pottyannyál, hanem tusszál. Jogos, igazad van. Úgyhogy nekem ez volt a felkészülésem. És hogy Gabi is mondta, igazából az egész pálya az ujjakat és az alkart eszméletlenül megerőlteti. Illetve az adrenalin az ember tüdejét is elveszi, úgymond. Aha. A levegő is elfogy. Ezért kell a futás is a felkészülés. Nagyon sok kardióval kell fölkészülni egy plusz a versenyre, amire nem is gondolnának. Te hogy készültél? Semmi extra felkészülés, nem... Nézd rá! Nagyokat aludtam! Nagyok, igen, ingyen megszületett. Megettem egy egész csülköt reggelire. Alapból nem, minden nap szoktam edzeni,
és külön nem edzettem a ninjára. Csak... Minek is. Hát mindig úgy, ahogy eddig. Mik azok, amik a legnehezebb részek benne? Van-e olyan, ami olyan nagy kívás, mondjuk, hogy mert két olyan elemet raktok direkt össze egymás után, ami nagyon pont, hogy nagyon másképp igényel valamit. Mi van olyan, mondjatok valamit? Én szerintem az ugrások, ugye ezek elég, ez a technikás részek, amikre ugyan nagyon nem tudtunk készülni, nem tudjuk a távolságokat, nagyjából amit ott szemmel fel tudunk mérni hirtelen, az alapján kell egy döntést hozni, aztán vagy sikerül, vagy nem. Az kiderült-e számotokra, vagy egyáltalán meg lehet-e fogalmazni, hogy ti, akik bekerültetek a döntőbe, mivel tudtok többet, mint azok, akik nem? Tehát hol volt a különbség? Nem feltétlenül tudunk többet, én azt gondolom, hanem egész egyszerűen voltak nekik pekhes részek, és egyetlen egy apró hiba rögtön büntet, úgyhogy... Nekünk volt szerencsénk. Igen, sok múlik a szerencsén is, tehát például az ilyen egyensúlyozós részek után megszédül az ember, jön egy ilyen egyensúlyozós, már rosszul lép, leesett, és lehet akármilyen jó. Én is ezektől féltem inkább. Ott abban az adott pillanatban, mondjuk egy ugrásnál is, például volt a spider jump, ott mindennek össze kell állni. Az ugrásnak, az érkezésnek egy centi balra, egy centi jobbra lecsúszik az ember. Nem tudja megfogni. Úgyhogy igen, Bence jól mondta, hogy a mázi faktor velünk volt. Hát akkor az további jogon is legyen veletek. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, és akkor köszönjük hajrá! Köszönjük szépen! És köszönjük a lehetőséget! Sziasztok! Sziasztok. Hello.